Üdv! Nézzük meg egy 3x3-as mátrixnak, hogy hogyan számítjuk ki az inverzét az elemi sorműveletek segítségével. Az előző videóban megbeszéltünk három szabályt, bármelyik sor szorozható egy nem nulla skalárral, bármelyik sorhoz hozzáadható egy másik sor nem nulla szorosa, és a harmadik, hogy bármelyik két sor felcserélhető. Hát kérem Alása, legyen akkor adva egy 3x3-as mátrix, 2, 5, 4 és mondjuk 2, 6, 7. Hát az inverz létezéséről kvadratikus mátrixok esetén egy mondattal el lehet intézni, hogyha a determinánsa nem nulla, akkor létezik inverze. Na de, nézzük akkor ennek a mátrixnak az inverzét. Bővítem az egységmátrixsal, 1, 1, 1, 0, 0, 0, tehát a főátlóba csupa egyeseket hirkáltam, és az összes többi helyre pedig nullá. És akkor az elemi sorműveletek segítségével úgy alakítom át ezt a mátrix szerkezetet, hogy itt bal oldalon megjelenik az egységmátrix, tehát itt az első oszlopban az 1-2-2 helyett megjelenik az 1-0-0, és hogyha meg tudom itt jelentetni a bal oldalon az egységmátrixot, akkor a jobb oldalon megjelenik a mátrixnak az inverze. Na nézzük akkor, hogy ez hogyan működik. Hát kezdjük az első oszloppal, itt azt szeretném, hogyha az első oszlop úgy nézne ki, hogy itt az egységmátrix első oszlopa jelenjen meg, és ennek az egyesnek itt nagyon örülünk, mert az rögtön a helyén van. Ilyenkor általában azt mondjuk, hogy amivel számolunk, az a vezéroszlop, és ezt az egyest pedig vezérelemnek szoktuk nevezni. Jó, tehát az első sort változatlanul le tudom írni, 1, 2, 1, 1, 0, 0. Jó, menjünk tovább. Második és harmadik sorokat hogyan kell átalakítani? Hát kérem Alással azt szeretném elérni, hogy itt a kettes és kettes helyén megjelenjen ez a két nulla. Akkor mit fogok csinálni? Hát a második sorból kivonom az első sornak a kétszeresét. Ez a három szabály közül a másodikot. Azt mondtuk, hogy bármely sorhoz hozzá tudjuk adni egy másik sor skalárszorosát. Ez azt jelenti, hogy a második sorhoz hozzáadom az első sor mínusz kétszeresét. Nyilván kényelmesebb azt mondanom, hogy a második sorból kivonom az első sornak a kétszeresét. Na nézzük, kettőből kivonom a kétszer egyet, kétszer egy az kettő, kettőből kettő az nulla, ezért a nulláért hajtottam ezt végre. Következő, itt már csak figyelni kell, hogy ugyanazt a műveletsort végezzem. Ötből kivonom a négyet, az egy, négyből kivonom a kettőt, az kettő, nullából kivonom a kettőt, az mínusz kettő, egyből kivonom a kétszer nullát, az egy, és nullából kivonjuk a kétszer nullát, az marad nulla. Harmadik sor ugyanez, a harmadik sorból kivonom az első sornak a kétszeresét. Abban a pillanatban, hogyha az elsőt kiszámolom, akkor itt megjelenik a nulla, vagyis az első vezéroszlop rendben van, azaz az egységmátrix első oszlopa itt megjelent. Na nézzük, kettőből kivonom ennek a kétszeresét, az nulla. Jó. Hatból kivonom ennek a kétszeresét, hatból négy az kettő. 7-ből kivonom ennek a kétszeresét, az 5. 0-ból kivonom az 1-nek a kétszeresét, az mínusz 2. 0-ból ennek a kétszerese, az marad 0. És 1-ből kivonom ennek a kétszeresét, az marad 1. Tehát már itt félúton elő tudtuk azt állítani, hogy a bal oldalon lévő mátrixnak az első oszlopa, az már tényleg az egység mátrix 1-0-0 első oszlopa. Jó, ilyenkor átugrunk a második oszlopra, erre, most ő lesz a vezéroszlop, és arra figyelünk, hogy a vezérelem, második oszlopról van szó, akkor a második elem lesz a vezérelem, hogy az egyes legyen. Hát mit ad Isten, ez itt pont egyes. Ha nem egyes lenne, hanem mondjuk 5, akkor a második sort elosztanám 5-tel. Ha osztok valamivel, nem nullával, akkor ez a nulla az változatlanul marad, tehát arra kell figyelni, hogy az előbb megalkotott oszlopunk értéke már ne változzon. Tehát borzasztó szerencsés példát sikerült választanom, mert itt a vezérelem rögtön egy. Azt kellene elérni, hogy az alatta és fölötte lévő kettesekből nullák legyenek. Ezt mutatom, nullák legyenek. Na nézzük, hát akkor csináljuk azt, hogy a második sort azt leírom, mert az nagyon tetszik nekünk, hogy 0, 1, 2, mínusz 2, 1 és 0, és akkor itt lesz az első sor, itt pedig a harmadik sor. És tegyük azt, hogy a második sornak a kétszeresét
levonom az első sorból, illetve levonom a harmadik sorból. Nyilván ez két lépés lesz. Tehát a második sornak a kétszeresét levonom ebből a sorból. Nézzék, itt az első oszlopban nem történik semmi, mert nullának a kétszerese az nulla, és ha egyből levonom a nullát, az továbbra is egy marad, tehát ez az oszlop változatlan marad. Ilyenkor, ha nem megy az elején, írjuk le mellé, hogy mit csinálok, mert egy idő után el szoktuk felejteni, főleg az elején. Na még egyszer, ennek a kétszeresét levonom. Egyből kivonom a nullát, az marad egy. Kettőből kivonom ennek a kétszeresét, ez nulla. Ezért választottam ezt a elemi sorműveletet, hogy ez itt nulla. Kettőből kivonom, nem, egyből kivonom ennek a kétszeresét, egyből négy az mínusz három. Ebből az egyesből kivonom ennek a kétszeresét, egy mínusz, mínusz négy, akkor az hozzáadom az öt. Nullából kivonom a kettőt, az mínusz kettő, és nullából kivonom a nullát, az nulla. Jó, harmadik sort is ugyanígy fogom számolni, mégpedig a harmadik sorból kivonom a második kétszeresét. Akkor nullából nulla az nulla, kettőből kivonom a kettőt, ez nulla, ötből kivonom a négyet, az egy, mínusz kettőből kivonjuk a mínusz négyet, tehát hozzáadom, vagyis mínusz kettő plusz négy, az plusz kettő, nullából kivonjuk ennek a kétszeresét, az mínusz kettő, és egyből kivonom a nulla kétszeresét, az marad egy. És most már azt elértük, hogy a baloldali mátrixban már az első két oszlop, az pontosan az egység mátrix első két oszlopa. És akkor mit ad Isten? A harmadik oszlopot vizsgálva a vezérelem helyén megjelent az egyes, nyilván nem véletlenül egy könnyűt választottam. Azt szeretnénk elérni, hogy a vezéroszlop másik két eleme, kérem szépen, itt jelenjen meg a nulla. Abban a pillanatban, ha itt nullák szerepelnek és a számolás jó, akkor amit itt kapunk, az maga az eredeti mátrixnak az inverze. No, hát nekem a harmadik sort azt akár le is írhatjuk, meg is teszem, hogy a harmadik sort leírom. 0, 0, 1, 2, mínusz 2, 1. És akkor hogyan érem el azt, hogy az eddig számolt első két oszlop változatlan maradjon, viszont itt a mínusz 3 és 2-es helyén 0 legyen. Nézzük először a 2-t, ez pozitív, talán könnyebb lesz megérteni. Az történik, hogy a második sorból levonom a harmadik sornak a kétszeresét. Tehát gyakorlatilag szinte végig ugyanazt csinálom, hogy levonom a kétszeresét az előző sornak, nyilván szándékosan választottam egy egyszerű példát az elején. Akkor nézzük, mi történik. A nullából ennek a kétszerese az marad nulla, egyből ennek a kétszerese az marad egy, kettőből levonom ennek a kétszeresét, kettőből kettő az nulla. Ezért választottuk ezt a sorműveletet. Mínusz kettő, mínusz ennek a kétszerese, azt kérem, mínusz 2, mínusz 4, akkor az összesen mínusz 6. 1 mínusz, mínusz 2-nek a kétszerese, az 1 mínusz, mínusz 4, akkor az plusz 5. És nullából ennek a kétszerese az 2, tehát nullából 2, az mínusz 2. Jó. Nézzük akkor az első sorral, mi történik. Azt szeretnénk, hogy ebből a mínusz 3-ból 0 legyen. Hát csináljuk azt, hogy a harmadik sornak a háromszorosát hozzáadom az első sorhoz. Azért a háromszorosát, mert 3x1 az 3, ahhoz hozzáadva a mínusz 3-at itt nullát kapunk. És a több minden ugyanezt számoljuk. Nem fogja bántani az előző számított két oszlopot, mert itt nullák vannak. Ha ennek veszem a háromszorosát, és ehhez hozzáadom, akkor 1 meg 3x0 az továbbra is 1. 0 meg 3x 0 az továbbra is 0, és ami most jön a lényeg, mínusz 3 meg 3x 1 az összesen 0. Jó? 5-höz hozzáadjuk ennek a 3-szorosát, 5 meg 6 az 11. Mínusz 2-höz hozzáadjuk a mínusz 2-nek a 3-szorosát, tehát mínusz 2-höz hozzáadjuk a mínusz 6-ot, akkor az mínusz 8. És nullához hozzáadjuk ennek a háromszorosát, az 3, 0 meg 3, az 3. És ebben a pillanatban mi történik? Itt volt egy A mátrixunk, egy négyzetes mátrixunk, amit itt kaptunk,
az nem más, mint ennek az A mátrixnek az inverze. Ha nem hisszük el, akkor ezt könnyedén tudjuk ellenőrizni úgy, hogy az A mátrixot szorzom az inverzével, kvadratikus mátrix esetén teljesen mindegy, hogy jobbról vagy balról szorzom, ugyanis az eredmény az nem lesz más, mint az egység mátrix. Na nézzük akkor. A szorzandóhoz beírom, hogy 1, 2, 1, 2, 5, 4, 2, 6, 7, ide pedig a szorzóhoz beírom a most kiszámított inverzét, 11, mínusz 8, 3, mínusz 6, 5 és mínusz 2, 2, mínusz 2 és 1. És akkor az eredménynek 3 sora lesz, illetve 3 oszlopa lesz, és az a kérdés, hogy visszakapjuk-e az egységmátrixot. Nézzük akkor. Azt mondja, hát kiszámolom az elsőt lassan, mutatva mit számolok, a többit csak gyorsan fejben. Azt mondja, egyszer 11, az 11. Kétszer 16, kétszer mínusz 6, az mínusz 12, 11 meg mínusz 12, az mínusz 1, kétszer 1, az 2, mínusz 1 meg 2, az tényleg egyenlő 1-jel. Na még egyet nézzünk itt mellette részletesen, ugye itt a főátlóban 1-eseket várunk, az összes többi helyen pedig 0-át, tehát ide 0-át várok. Egyszer mínusz 8, az mínusz 8, kétszer 5, az 10, mínusz 8 meg 10 az plusz 2, és egyszer mínusz 2, az meg kérem szépen mínusz 2, plusz 2 meg mínusz 2, az tényleg egyenlő nullával. És akkor most már nem ennyire részletesen, kicsit gyorsabban kiszámoljuk a többi értéket, azt mondja, hogy ez itt nulla, meg ez is látszik, hogy nulla, meg ez is nulla, ez meg itt 1, ez itt nulla, ez is nulla, ez meg itt 1. És már készen is vagyunk. Nyilván nem számoltam, csak beférkáltam, valószínű, hogy jól megoldást tessenek ellenőrizni.